A rendőrség globális átalakítását tartja szükségesnek az LMP. A politikai szervezet egy centralizált és több helyi irányítású közösségi rendőrség létrehozását tartja szükségesnek. Gesmár Ferenc az LMP önkormányzati képviselője mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az emberek szubjektív biztonságérzetét leginkább romboló szabálysértések és kisebb bűncselekmények közel 70%-át az adott településeken élők követik el. Ezért is indokolt, hogy a közösségi rendőrség a helyi társadalomba beágyazódva szerveződjön meg. A rendőrség szervezetével a rendszerváltozás óta velünk élő strukturális problémák vannak, húzta alá Gesmár Ferenc. Az LMP koncepciója szerint ezekre az nyújthat megoldást, ha a rendőrséget két egymástól független szervezetre osztják, hiszen a rendőrségnek a bűnüldözés visszaszorítása mellett a helyben kialakult konfliktusok kezelésében is részt kell vennie. Olyan rendőrségre van szükségünk, amely képes megbirkózni a folyamatosan változó társadalmi elvárásokkal, az egyre komplexebb bűnmegelőzési, bűnöltözési feladatokkal, és erősíti, javítja az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. A mai rendőrségi szisztémát funkcionális alapon két részre kell osztani, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban valósíthassa meg a közbiztonság garantálását. Egy centralizált és több helyi irányítású közösségi rendőrségre van szükség, folytatta Gesmár Ferenc. A centralizált rendőrség hatáskörébe az országos jelentőségű bűncselekmények, így például a terrorizmus elleni küzdelem vagy a szervezett bűnözés tartoznak. Az ettől független közösségi rendőrségek a helyi közösségekkel együtt partnerként vennének részt a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában. Az LMP politikusa elmondta, a rendőri pálya megbecsülésének visszaállításához egy rendőri életpálya modellre is szükség lenne.